Pearl Harbor. Első rész. Az emlékezetes nap 1941. december 7-e. Ez a reggel erősen befolyásolta a II. Világháború végső kimenetelét. Roosevelt elnök a becstelenség napjának nevezte. A hatalmas erejű japán támadás váratlanul érte a Hawaii Pearl Harborban horgonyzó gyanútlan amerikai csendes óceáni hadiflottát. A pusztító támadás során 19 amerikai hajó süllyedt el, és több mint 2000-en vesztek oda. A kocka el volt vetve. Japán megtette az első lépést a végzete felé, ami végül az amerikaiak megerősödése után a hiroshimai és a nagasaki borzalmakhoz vezetett. Az Egyesült Államokat váratlanul, de kitervelten támadta meg légierejével és haditengerészetével a japán császárság. A csata előzményei. A hadtörténet egyik legszomorúbb epizódjának eredete 1905-re vezethető vissza, amikor a japán hadiflotta váratlanul legyőzte az oroszokat Csusimánál. Az akkori győzelem arra bátorította a japánokat, hogy fölgyorsítsák flottájuk fejlesztésének ütemét, amely majdnem 50 évvel azelőtt kezdődött. Japán 1922-ig folytatta hadiflottájának kiépítését. Akkor három nagyhatalom, az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Japán egyezményt írt alá a washingtoni konferencián. Meghatározták mindhárom ország haditengerészeti kapacitását és technikai szintjét. A 30-as évek végére heves nacionalizmus alakult ki Japánban, és amit a világ politikai forrongásnak látott náluk, azt átfordította nyílt agresszióvá külföldön. 1931-ben Mandzsúriát vonta ellenőrzése alá a teljhatalmú katonaság a kormány beleegyezése nélkül. Ez a lépés nyíltan veszélyeztette az amerikaiak nyitott ajtópolitikáját, amely a hatalmas kínai piacot célozta meg. A sikereken fölbátorodott japán militaristák a tengeri hatalmak egyenlőségére törekedtek az 1934-es londoni tengeri konferencián. Amikor ezt az angolok és az amerikaiak elutasították, Japán fölmondta az összes érvényben lévő egyezményt és szerződést. Egy éven belül olyan mértékben növelte meg hadiflottáját, hogy az már fenyegetést jelentett az amerikaiak hatalmas flottájára a csendes óceánon. Amíg Japán Kelet-Ázsia gazdasága felé kacsingatott, az Egyesült Államok inkább befelé építkezett. A törvényhozás elfogadta a semlegességi határozatokat 1935, 36 és 37-ben, hogy távol maradhasson bármiféle európai háborútól. Amerika abban az időben az elszigetelődés politikáját kívánta megvalósítani. 1937-ben az Egyesült Államok újabb fricskát kapott Japántól, amikor az megszállta Belső Mongóliát és Észak-Kínát, veszélyeztetve az amerikaiak kínai érdekeltségeit. Az amerikai közvélemény, amely rokon szemvezett a kínaiakkal, valamivel többet vált Roosevelt híres békéltető beszédénél, amelyet az elnök októberben tartott. Japán kitartott kalandor politikája mellett és 1938-ra hatalmas területeket uralt Kína északi és középső részén. A japán hadsereg módszerei soha nem látott kegyetlenséget mutattak, beleértve a lakosság ágyúzását is.
Az amerikai közhangulat a japánok magatartása ellen fordult, de az amerikai kormány nem tett többet, mint hogy erkölcsi embargót hirdetett Japánnal szemben, ami aligha állíthatta meg az agresszort. Az amerikaiak nyugtalanságát fokozta az európai válság is, amely további lökést adott Japánnak, hogy háborús politikáját érvényesítse. ...1939. márciusában Hitler hadserege bevonult Prágába. Ezzel egyidejűleg a japánok megtámadták Hainan szigetét. ...1940-ben Franciaország összeomlásakor a németek alkalmat adtak Japánnak francia Indokína megszállására, a Vichy kormány beleegyezésével. Végül a britek kénytelenek voltak lezárni Burmában a Kína felé vezető kereskedelmi útvonalat ugyanebben az évben. Az események Japánban és az Egyesült Államokban is földgyorsultak. 1941. júliusában az amerikai kormány teljes kereskedelmi embargót hirdetett Japánnal szemben, és befagyasztotta a japán tőkét Amerikában. 1941. októberében a japán kormány megbukott. Konoye herceg mérsékeltjeit a héják váltották föl, tojótábornok vezetésével. Miközben a háború viharfelhői egyre közeledtek, Roosevelt amerikai elnök kettős problémával küzdött. Diplomáciai erőfeszítéseket és katonai lépéseket kellett tennie. Az utolsó sikertelen kísérletet a békés megoldásra 1941. november 20-án tették, alig három héttel a Pearl Harbori támadás előtt. A háború elkerülhetetlennek tűnt. Még a japán külügyminiszter is úgy fogalmazott, hogy ha csak nem egyezünk meg november 29-éig, a dolgok meg fognak történni. A vonakodó amerikai kormány még mindig a diplomáciai megoldást erőltette, el akarta kerülni a fegyveres konfliktust. Az amerikai hadsereg megfejtett ugyan néhány aggasztó üzenetet, amelyek a csendes óceán déli térségéből érkeztek, de nem tulajdonítottak neki kellő fontosságot. Ezek az üzenetek figyelmeztettek a készülő japán légicsapásra az amerikai haditengerészet Hawaii bázisa Pearl Harbor ellen. A japán parancsnokok. Isoroku Yamamoto. Yamamoto volt Japán legnagyobb haditengerészeti stratégája. Ő tervezte a Pearl Harbor elleni támadást. Az igen tapasztalt tengerésztiszt már a Tsushima-i ütközetben is részt vett 1905-ben. Amerikába került, nyelvet tanult a Harvard Egyetemen, később tengerészeti attasé helyettesként dolgozott Washingtonban. Tiszteletet érzett Amerika iránt, hiszen személyesen ismerhette meg a hatalmas ország óriási ipari kapacitását, amely később hazája ellenségévé vált. Talán ezért jelentette ki a pragmatikus Yamamoto honfitársainak a háború első hónapjaiban. Erősek lehetünk egy fél évig vagy egy évig, de utána semmi sem biztos. ...1940-ben Yamamoto lett a Nagato zászlós hajó, és ezzel az Egyesített Japán Flotta parancsnoka. Chuichi Nagumo. Nagumo volt az első repülőgép hordozó flotta parancsnoka. Kido Butai néven ismerték, ő irányította a hadműveletet az Akagi nevű repülőgép hordozóról. Az ilyen jellegű hadviselésben még nem lehetett jártas, így nagy óvatosságot tanúsított. Ez késztette arra is, hogy ne küldje a támadó gépek harmadik hullámát Pearl Harbor ellen. Sok történész úgy vélekedik, hogy Nagumo óvatosságának köszönhetően menekült meg az amerikai flotta a teljes pusztulástól. Minoru Genda. Genda az első légiflotta vezérkari főnökének tisztét töltötte be.
Akár csak Yamamoto, ő is tanult és dolgozott külföldön. Londonban tanulmányozta a királyi haditengerészet fegyverzetét és taktikáját. Genda közvetlenül részt vett a Pearl Harbor elleni támadás kidolgozásában, sőt az új típusú torpedók tervezésében, amelyeket a légicsapáskor használ. Mitsuo Fushida. Az óriási tapasztalatú harci repülő több mint 3000 órát töltött a levegőben. Ő vezette a pusztító támadás első hullámát. Az egész átfogó hadműveleti terv készítésében részt vett. Ő vázolta föl a stratégiát és a taktikát jó barátjával, Gendával. A tehetséges és szívós Fushida felelt a pilóta képzésért is. Elsősorban a Pearl Harbor elleni akció kapcsán. Az amerikai parancsnokok. Habsendi Kimmel. A csendes óceáni amerikai flotta vezérkari főnöke abban az időben a magasan képzett és tapasztalt Kimmel admirális lett. Ő kapta meg a Pearl Harbori bázis parancsnoki posztját 1941 elején. Kimmel bizonyára nem örült az ottani védelmi állapotnak. Szigorú javítási és oktatási programot sürgetett. A szegényes ellátás és felszerelés persze korlátozta a program megvalósítását. Mi több, az Egyesült Államok vezérkarának figyelmét 1940-41-ben az Atlanti flotta kötötte le. November folyamán Kimmel figyelmeztetéseket kapott Washingtonból, beleértve a november 27-eit is, amit hadüzenetnek kellett tekinteni. Sajnos az üzenetek arra utaltak, hogy az elsődleges fenyegetés a szabotázs, így a védelmet ennek megfelelően alakították ki. Walter C. Short. Short altábornagy vezette a hadsereget Pearl Harbornál. A közismerten fegyelempárti főtiszt a parancsok szó szerinti maradéktalan végrehajtásáról volt híres. Kortársai fantáziátlannak tartották, hiányzott belőle a kezdeményező készség. Kimellel együtt ő fizetett meg a katasztrófáért azzal, hogy nem sokkal a japán támadás után menesztették. Szűk látókörűségének lett az áldozata, és annak az általános zűrzavarnak, amely akkoriban az amerikai védelmi fölkészülést jellemezte. A japánok és az amerikaiak stratégiája. Az amerikaiak kereskedelmi embargója és a japánok kelet-ázsiai agressziós politikája elkerülhetetlenné tették a háborút. A japán stratégiák munkához láttak. Tagadták az összecsapás szükségességét az erős amerikai flottával a hadművelet döntő kezdeti szakaszában. Yamamoto pontosan így képzelte. A szükséges fölkészítést, eligazítást gyorsan elvégezték a támadás előtt. A hadművelet fedőneve, a múltra emlékezve, ugyanaz lett, mint 36 évvel előbb, a Tsushima-i ütközeté, Z hadművelet. Akkor Togo admirális legyőzte az oroszokat. Pearl Harbor megtámadása vakmerő szerencsejátéknak tűnt, de a siker gazdag jutalommal kecsegtetett. A Hawaii-öböl a japán támadás sorozat egyik célpontja volt a Csendes-óceáni térségben 1941. december elején. A további célpontok Midway, Guam, Hongkong és a Fülöp-szigetek, amelyeket a japánok gondosan kiválasztottak, hogy biztosítsák a létfontosságú nyersanyagokat a háborús törekvésekhez. Ha a japánok háborús előkészületeiről azt mondhatjuk, hogy élénk energikus, akkor az amerikaiaké kissé lassú és önelégült. Még hittek a diplomáciában, a válság békés megoldásában. Nem is történt katonai akció, amíg a párbeszéd folytatódott. Az Egyesült Államok egyszerűen nem ugyanazt a háborút vívta, amit Japán. Az egy évtizedes elszigetelődés után úgy tűnt, senki sem hisz abban, hogy Japán ilyen óriási léptekkel készül a háborúra Amerika ellen. Már a puszta távolság is a két ország között bizonyos védelmet jelentett Amerika számára. Azt hitték, Japánnak nem éri meg, hogy ilyen messzire hadat küldjön, és hogy nem is képes észrevétlenül elérni az amerikai célpontokat.
Talán több tisztánlátás kellett volna, hogy az amerikaiak észrevegyék a japánok nyilvánvaló készülődését a légi csapásra. Az első valószínű célpont csakis a csendes-óceáni flotta lehetett, amelyet nem védtek megfelelően, és elhelyezkedése szinte csábította a japánokat. A japán erők Pearl Harbornál. Mint tudjuk, Japán dühött erővel építette hadiflottáját az 1934-es londoni konferencia óta, amikor visszalépett a további együttműködéstől. 1941-re, amikor politikájuk nyíltan ellenséges lett, komoly haditengerészeti erővel rendelkeztek. 8 repülőgép hordozójuk és 10 csatahajójuk volt, 18 nehéz és 20 könnyű cirkálójuk és több mint 100 rombolójuk. További 60 különböző hajójuk állt építés alatt. Ráadásul a japán tengerészek jól képzett és megfelelően fanatizált katonák voltak. Pontosan tudták, mit várnak tőlük. Kiképzésük és vakmerőségük, elszántságuk félelmetes ellenféllé tette őket. Nem féltek, hisz dicsőség volt meghalni a császárért. A japán repülőgép hordozók hatalmas szerepet játszottak a Pearl Harbor elleni támadásban. 6 ilyen anyahajó vett részt benne. Vízkiszorításuk 16 és 38 ezer tonna között változott. Fegyverzetük 250, 200, 127 és 25 mm-es ágyúkból állt. Ezek a hajók 71-91 repülőgépet vittek, és képesek voltak mintegy 60 kilométeres óránkénti sebességgel közlekedni. A flotta a leglassúbb üzemanyagszállító hajók sebességével haladt. A Pearl Harbori események megmutatták, milyen fontos eleme a repülőgép hordozó a modern haditengerészetnek. Döntő jelentőségű a meglepetésszerűség és a mozgékonyság. Nem kevésbé fontosak azok a repülőgépek, amelyeket a hajók vittek, hiszen ők a csapásmérők. Az Aichi D3A1 volt a japán flotta rendszeresített repülőgépe a háború első éveiben. A kétülése zuhanó bombázót egy Mitsubishi Kinsei 44-es motor hajtotta, 380 km/órás csúcssebességgel. Tíz kilométeres magasságba emelkedhetett, 1800 kilométer távolságot tehetett meg, egy 250 kg-os bombát vitt a törzse alatt, és egy 30 kg-osat a szárnyain. A törzs felső részébe építették a két 7,7 mm-es merev géppuskát a pilóta kabin elé. ...470 ilyen gépet gyártottak a háború idején, és bár Pearl Harbornál fontos szerepet kapott e típus, hamar elavult. A Nakajima B5N2 torpedóvető repülőgép három főnyi személyzettel repült. 9 hengeres Sake motorja 8 kilométeres magasságig emelte, és közel 2000 kilométeres távolságra jutott el, 380 km/órás csúcssebességgel rendelkezett. Egy 800 kg-os torpedót, vagy három 250 kg-os bombát szállított. 7,7 mm-es hátrafelé tüzelő géppuska védte a gépet, amelyből 1100 példányt készített Japán a háború alatt. Talán a leghíresebb japán gép a Mitsubishi A6M20. Ez az együléses csatagép halálos fegyvernek bizonyult. 50 darab támadta Pearl Harbort az első hullámban.
40 a másodikban, és 500 km-es óránkénti sebességre, valamint 3000 km távolság megtételére volt alkalmas. Póttartállyal 10 km-es magasságra emelkedhetett föl. Két 20 mm-es ágyút építettek a szárnyába, két 7,7 mm-es géppuskát pedig a törzs felső részébe. 60 kg bombát is szállíthatott. 11.200 példány készült a híres Zéróból. Az amerikai erők. Ahogy a japán hadiflotta, úgy az amerikai is megújult a 30-as évek végén, azután, hogy 1922-ben korlátozták a fejlesztését. A nyilvánosság nemigen kísérte figyelemmel a csendes növekedést, és az ország látszólag elhanyagolta a növekvő fenyegetést, amely a világ békét veszélyeztette. Inkább magára figyelt. Közben, amellett, hogy számolnia kellett lehetséges ellenségeivel keleten és nyugaton egyaránt, a világ legerősebb és legfélelmetesebb hadiflottáját hozta létre. 1940-ben úgy döntöttek, hogy a csendes-óceáni hadiflotta állomás helye a Hawaii Pearl Harbor lesz. Az öböl nem tartozott a népszerű helyek közé, távol esett Amerikától, a helyi lehetőségek nem sok jóval kecsegtettek. A támaszpont hamarosan monoton, unalmas hely hírében állt az ismétlődő gyakorlataival, fölkészülésével a soha el nem jövő háborúra. Ezek a tényezők hozzájárultak az önelégültség légkörének kialakulásához, amit 1941. december 7-én szétzúztak a japánok. Az, hogy az amerikaiak Pearl Harbort választották bázisul, már önmagában azt jelentette, hogy helyben hagyták Japán katonai törekvéseit a csendes óceáni térségben. Nem tettek olyan lépést, amellyel elháríthatták volna a veszélyt. Míg a politikusok civakodtak, Japán fölépített egy olyan hadigépezetet, amely a hatalmas amerikai flottát is képes volt kihívni. Pearl Harbor köré az amerikaiak nem kevesebb, mint 5 radarállomást telepítettek. A korai figyelmeztető rendszer érzékelte az érkező hajókat és repülőgépeket. Az Opanai állomás tisztán látta Fushida közelgő harci gépeit, és pontos adatokat továbbított a bázisra az ellenséges erő nagyságáról, haladási irányáról és sebességéről. Ha az észlelt adatokat komolyan veszik, más lehetett volna a csata kimenetele, de sajnos a vezetők alábecsülték a japánok erejét. Pearl Harbor védelmére légvédelmi géppuskák és ágyúk szolgáltak. Az előbbiek 7,6 és 12,7 mm-esek voltak. Tűzgyorsaságuk 500, illetve 575 lövés percenként. Ezek azonban nem hatékonyak a nagy magasságban, nagy sebességgel repülő gépek ellen. A 76 és 127 mm-es ágyúk már 9 km magasságig lőttek, de tűzgyorsaságuk csak 25 lövés volt percenként. Hatékonyabbak lettek volna, ha a japánoknak nem lételemük a meglepetés. Nagyon kevés amerikai gépnek sikerült felszállni a japán támadás idején. Ezek P-40-es Curtis vadászgépek voltak, 7,6 és 12,7 mm-es géppuskákkal. Ők lőtték le az ellenség 29 támadó gépét Pearl Harbornál. A P-40-es egyébként az amerikaiak egyik legjobb vadászgépének bizonyult a II. Világháborúban.
2300 példány harcolt belőle. Pearl Harbor-i támadást az első japán repülőgép hordozó flotta hajtotta végre. A csatahajók hat anyahajó köré csoportosultak. Közülük a legnagyobb Nagumo admirális parancsnoki hajója az Akagi volt. 2000 főnyi személyzetével és 91 repülőgéppel a fedélzetén 36.500 tonna tömegű vizet szorított ki, 200 és 25 mm-es ágyúk védték. A hat repülőgép hordozó összesen 355 repülőgépet tudott a célra küldeni 1941. december 7-én. Az anyahajók támogatását két csatahajóra bízták, a Hill és a Kirishima nevűre, továbbá három cirkálóra, a Tón, a Chikuma és az Abukuma nevű hajókra. 9 romboló és 8 tankhajó kísérte őket, valamint 27 darab első osztályú és 5 törpetenger alattjáró. December 7-én majdnem 100 hajó horgonyzott Pearl Harbornál, de nem volt köztük repülőgép hordozó. 8 csatahajó várakozott csendesen az öbölben, a Nevada, az Arizona, a Tennessee, a Maryland, a West Virginia, az Oklahoma, a Kalifornia és a Pennsylvania. 29 romboló, 23 aknaszelő hajó és 4 tenger alatt járó állt körülöttük, meg egy sor műhely a hidroplánokhoz. A Rayleigh, a Detroit, az Elena, a San Francisco, a New Orleans, a St. Louis, a Honolulu és a Phoenix cirkálók szintén a japánokra vártak. A Highcam, a Wheeler, a Kemiho és a Yue nevű 4 közeli légitámaszponttal együtt. Támadás előestéje. A japán flotta a Kuril-szigeteknél Tankai Bay-en gyülekezett Japántól északkeletre. A konvoj november 26-án indult el majdnem 5000 kilométeres útjára Hawaii felé. A japánok tudták, hogy a küldetés sikeréért titokban és meglepetésszerűen kell eljutniuk a célig. Ezért a szokásos hajózási útvonalakat elkerülve rádió használata nélkül haladtak. Időközben folytatódott a diplomaták nevetséges, abszurd társas játéka. A japán diplomaták még akkor is kerülték a gyanús magatartást, amikor már tudták, hogy hadiflottájuk úton van Pearl Harbor felé. Ők pedig Washington elhagyására készültek. Roosevelt elnök végül mégis elvesztette a reményt a békés megegyezésre. Titkárának így nyilatkozott december 6-án. Ez már háborút jelent. Rooseveltnek nagyon hamar igaza lett. Mindjárt éjfél után a japán hajók megérkeztek rendeltetési helyükre a célponttól 370 kilométerre északra levő Oahu szigetéhez. Innen indultak a repülőgépek. A Z hadművelet elkezdődött. Washingtonban Marshall tábornok épp hazatért délelőtti kerékpározásáról 11:30-kor. Egy órája várta egy megfejtett japán üzenet.
A vezérkari főnök azonnal figyelmeztetni akarta a Pearl Harbori bázist. Ekkor a japánok már a levegőben voltak, keleti idő szerint délután 1 órakor. Sőt, kódrendszerüket is megszüntették. Nincs több üzenet. Nem tudni, mit tehettek volna az amerikaiak 1 óra alatt. Minden esetre a washingtoni figyelmeztetés nem érkezett időben. A riadó az égből érkezett egy visító japán repülőgép képében. A japánok 2 hullámban tervezték a bombázást egymás után. Az első hullám 180 repülőgépét maga Fushida vezette célra. Alakzata reggel 6 órakor szállt fel az anyahajóról. Több mint 1 órával az első bomba becsapódása előtt az amerikai radarokon föltűnt a közeledő repülők fénypontja, de a megfigyelő tiszt amerikai gépeknek vélte őket. Hét óra 55 perckor a bombák hullani kezdtek az amerikai flottára, és a híres mondat elhangzott a rádióban. Légitámadás Pearl Harbornál, és ez nem hadgyakorlat. Az első hullám mintegy fél óráig tartott. A japán gépek 4 külön torpedó és bomba támadásával, melyben a Hawaii délkeleti partján egymáshoz csábítóan közel felsorakozott csatahajókat érte találat. Más zérók a körzet repülőtereit ágyúzták, meghiúsítva a lehetséges ellenállást. Az amerikai gépek szintén rendezetten felsorakoztatva álltak a bázisukon. Nem sok tudott közülük felszállni. Rövid időn belül az összes légibázis elpusztult, emberéletben is hatalmas veszteségekkel. A támadó gépek különösen szerencsés helyzetben voltak, így torpedóik hamar célba találtak. Az Arizona csatahajó járt a legrosszabbul. Becsapódó torpedók és bombák égő pokollá változtatták. Az óriási hajó gyorsan elsüllyedt, több mint 1000 emberrel szállt hullámsírba. Az Oklahoma és a Kalifornia rövidesen követte a habokba, és a West Virginiát is csak a hirtelen erős hullámzás mentette meg a felborulástól, de így is elsüllyedt. A Tennessee a West Virginiától védve sikeresen elszökött, megúszta kisebb károkkal, csak úgy, mint a Nevada és a Maryland. Ez utóbbi sérült a legkevésbé.
a Réli, a Juta és az Iléna cirkáló, valamint az Oglala Akna telepítőhajó súlyosan megrongálódott vagy elsüllyedt. Nyolc óra 25 percre a támadás első hulláma véget ért. Rövid csend után újabb 170 repülőgép érkezett, őket Shimazaki alparancsnok vezette. Nekik már nem volt olyan könnyű dolguk. Sűrű füst a karóborította a megrongált hajókat, homályba burkolózott az öböl. A két támadás közti szünetben az amerikaiak magukhoz tértek, és nagy bátorságot mutatva eredményesen szembeszálltak az elsöprő erejű ellenséggel. A légvédelem 20 japán gépet lőtt le a második hullám idején. A japánok viszont újabb hadihajókat tettek harcképtelen roncsá. A Pennsylvániát, a Shót, a Kessint és a Honolulut. Kilenc óra 45 percig dühöngött a csata, amikor végül a japánok hazafordultak. Visszatérve támaszpontjára, Fushida parancsnok kérte, hogy még egy harmadik, megsemmisítő támadást intézhessen az amerikai flotta ellen, de Nagumo tengernagy elutasította. Szerinte a légicsapás így is elérte, amit akart. Butaság volna tovább kockáztatni a japán erőket. A flotta győzelemittasan indult haza. A történelem sose fogja megtudni, megváltoztatta volna-e a II. Világháború kimenetelét Fushida tervezett harmadik támadása. A következmény. A japánok hatalmas pusztítást hagytak maguk mögött. Kevesebb mint két óra múltán mindenütt a teljes pusztulás látszott. Nyolc csatahajó, három cirkáló, három romboló és nyolc egyéb hajó süllyedt el vagy vált roncsá. Kétszáznyolcan repülőgépet is elveszítettek az amerikaiak, többnyire a földön. Sok hangár és repülőtéri építmény romba dőlt. Az amerikai veszteség hatalmas volt, 2400-an elestek, 1100-an megsebesültek. Az áldozatok harmada az Arizona csatahajó fedélzetén vesztette életét, amikor a hajó óriási tűzgolyóként tűnt el a hullámokban. A japánok 29 repülőgépet és 5 törpe tenger alattjárót vesztettek. Nem kétséges, hogy Yamamoto akciója szédítő sikert jelentett, és legalább rövid időre távol tartotta az amerikai flottát a japánoktól. Legyőztek egy rosszul felkészült, önelégült ellenfelet, amelyik elhanyagolta a fenyegető támadás világos jeleit, és keményen megfizetett érte. Mire a nap leszállt az amerikai roncsok fölött, az Egyesült Államok legsúlyosabb katonai veresége után a Csendes-óceán térsége teljesen japán ellenőrzése alá került.
Pearl Harbor. Japán nagyban lépése. Jól lehet, a japán akció nagy katonai sikernek számított, szélesebb kitekintésben óriási hibának bizonyult. A támadás teljesen szükségtelen volt, hiszen az amerikai flotta úgysem tudta volna megállítani a japánok előnyomulását. Pearl Harbor fölébresztette az amerikaiakat. Óriási erővel szálltak háborúba, amit addig kétségbe esetten próbáltak elkerülni. Minden katonai és ipari hatalmat latba vetve készültek visszavágni. Az elszigetelődési politikát háborús törekvések váltották fel, 20 évvel az előző háború befejezése után. Végül Japán drágán megfizetett a Pearl Harbori dicsőséges győzelemért. Japán győzelem stratégiailag csupán rövid távú siker lehetett. A nagy halak, az amerikai anyahajók nem tartózkodtak a körzetben, és tény, hogy a megsérült hajókat felújítva hamarosan újra csatasorba állították. A Nevada csatahajó például szerepet játszott Iwo Jima bombázásakor, és később részt vett a szövetségesek normandiai partraszállásában. A Kalifornia, a Tennessee, a West Virginia szinte a hullámsírból támadt fel, és a Fülöp-szigeteknél zaklatta a japánokat az amerikai előretörés idején. Talán jobban járnak a japánok, ha a csatahajók helyett az olajkészleteket és a parancsnoki állásokat pusztítják el Pearl Harbornál. A támadás után a japánok meggyőzték Hitlert, hogy csatlakozzon hozzájuk az Amerika ellenes harcban. Ez is hatalmas balfogásnak bizonyult. Bár az Egyesült Államok Németországot ellenségének tekintette, hogy tudta volna megszerezni a közvélemény támogatását egy nyugati háborúhoz, miközben keleten harcol a japánokkal. Hitler Amerika elleni hadüzenetével azt érte el, hogy a szövetségesek világméretű harcba kezdtek, hogy a japán militarizmust és a német nácizmust egyszer és mindenkorra legyőzzék. Rögtön a Pearl Harbori katasztrófa után kérdőre vonták az érintett katonai vezetőket Amerikában. Hogy engedhették, hogy ez megtörténjen? Miért voltak az amerikai erők olyan fölkészületlenek? Hogy lehetett annyira meglepetésszerű a japán támadás? Valakinek tartania kellett a hátát, és ez a valaki Kimmel admirális volt, akit 1942-ben nyugdíjaztak, és posztját Nimitz tengernagy vette át. Kimmelt kötelességmulasztással vádolták, de végül az 1946-os vizsgálatok során a kongresszusi meghallgatáson fölmentették. Walter Short altábornagyot is elküldték, épp azok a magasrangú parancsnokok, akik szintén vétkesek voltak, bár nehéz volna bűnösségüket bizonyítani. A Pearl Harbori események japán főszereplői változó szerencsével vettek részt a háború további menetében. Mitsuo Fushida túlélte a háborút, betegsége és Midway-nél szerzett súlyos sebesülése ellenére. Áttért a keresztény hitre, majd bejárta Kanadát és az Egyesült Államokat. A sors iróniájaként 1966-ban amerikai állampolgár lett, ott halt meg 1976-ban. Nagumo tengernagyot megrázta a négy japán anyahajó elvesztése Midway-nél. Ennek következtében áthelyezték egy kis haditengerészeti egységhez a Mariana térségbe. Miután megszervezte Saipan védelmét, 1944. júliusában öngyilkos lett.
Japán legnagyobb vesztesége Yamamoto tengernagy, akit lelőttek a Salamon-szigeteknél 1943 áprilisában, amikor ellenőrző körúton jártott. Miután a japánok harci sikerei drámai fordulatot vettek, Yamamoto pesszimizmusa is nőtt, de megtartotta tekintélyét felettesei és a közkatonák előtt is. Halála nagy veszteséget jelentett a japán politikában. Roosevelt elnök a Pearl Harbori vereséget tartotta Trafalgar óta a legnagyobb tengeri vereségnek, amit egy hatalom elszenvedett. De végül az Egyesült Államok ezt megtorolta. 1941. december 7-e óta az Egyesült Államok hadban áll a japán császársággal. A világ nem felejtette el a katasztrófa napját, amikor a háború elérte Amerikát, és Amerika háborúba lépett. A brit főparancsnokság 1942. február 15-én kapta az első hihetetlennek tűnő jelentéseket a Csendes-óceánról. A jelentések megerősítették, hogy Brit-Szingapúr, a Kelet-Gibraltárja japán kézre került. Mi több, Percival tábornok 130 ezer embere szintén megadta magát Yamashita tábornok csapatainak, amelyek alig több mint egy hét alatt foglalták el a brit birodalom egyik legértékesebb birtokát. A komor Winston Churchill most is a nemzet érzéseit tolmácsolta, amikor Szingapúr elvesztését a brit történelem legnagyobb katasztrófájának és kapitulációjának minősítette. A csata előzménye. Japán 1941. december 7-én indította meg hírhedt támadását az Egyesült Államok Csendes-óceáni flottája ellen, amely a Hawaii Pearl Harborban állomásozott. A támadás nem elszigetelt kalandorakció, hanem a Dél-Kelet-Ázsia meghódítására gondosan kidolgozott stratégia része volt. Malájföld a brit birodalom stratégiai és gazdasági szempontból létfontosságú bástyája volt. Akkoriban a maláj államokból származott a világ ónérc és nyersgumi termelésének több mint fele. Ezek az államok létfontosságú, meghódítandó területként szerepeltek a japánok 1938-ban kidolgozott, azóta hírhedté vált, kibővített kelet-ázsiai együttes prosperitási övezetről szóló tervében is. Malájföld legdélebbi csücskén pedig ott volt a legértékesebb zsákmány Szingapúr, a britek régi erődje. A japánok semmit sem bíztak a véletlenre. 1941 nyarán ügynökeik már lázasan dolgoztak, hogy a térség védelmi rendszeréről részletes adatokat szolgáltassanak a hadsereg számára, amely hatalmas légi, szárazföldi és tengeri támadásokat tervezett 1942 első hónapjaira. A japán főparancsnokság már régóta tudta, hogy a tenger felől támadva nem foglalhatja el Szingapúrt és Malájföldet, hiszen a britek hatalmas, 38 mm-es ágyukkal szilárdították meg az erődítmény védelmét.
Ehelyett úgy döntöttek, hogy a hátsó kapun keresztül támadnak, északon szállnak partra, és Malájföldön áttörve érik el Szingapúrt. Azt tervezték tehát, hogy a Sziámi öbölben Pataninál, Szingoránál és Kota Barunál teszik partra csapataikat. A japánok azt is terbe vették, hogy a sűrű malájföldi dzsungelben előre nyomulva lepik meg a brit erőket, amelyekről tudták, hogy az utak mentén várják a támadást. A Pearl Harbor-i támadáshoz hasonlóan a japánok tudták, hogy az egész vakmerő akció sikere most is attól függ, hogy sikerül-e meglepniük az ellenfelet. Ezért úgy döntöttek, hogy a partra szállás körzeteit előzetesen nem is bombázzák. Önbizalmukat tükrözte, hogy mindössze 100 napot szántak a győzelem kivívására. És végül csak 70 nap kellett hozzá. A britek Szingapúr védelmére építették fel egész távol-keleti stratégiájukat. Hatalmas összegeket, összesen 60 millió fontot fordítottak az erődítmény védelmének megerősítésére. Az 1930-as években a beruházás gyakran került politikai viták keresztüzébe. Bár a munkálatokat többször is leállították, majd újrakezdték, 1938-ra elkészült a Csengi haditengerészeti támaszpont. Mint említettük, a védelem kiépítésekor csak arra törekedtek, hogy a tenger felől ne lehessen elfoglalni Szingapúrt. A 38 cm-es ágyuk telepítése mellett 4 repülőteret építettek. A brit főparancsnokság a tenger felől bevehetetlennek tartotta a Csengi flotta támaszpontot. A szárazföldi támadás elhárítására azonban kevesebb gondot fordítottak. Ennek veszélyeire már 1937-ben figyelmeztették a brit vezérkart, ez azonban süket fülekre talált. Mindezért később nagy árat kellett fizetni. Csak úgy, mint az amerikaiak Pearl Harborban, a britek is alaposan elszámították magukat, amikor lebecsülték a japánok küzdőképességét. Azt hitték, hogy a japánok nem indíthatnak meglepetésszerű támadást a tenger felől, hiszen Japán nagyon messze fekszik Szingapúrtól. Úgy gondolták, ha mégis támadás érné őket, számíthatnak az Egyesült Államok Hawaii-ban állomásozó csendes óceáni flottájára. Mindez együttvéve önelégültséggel töltötte el Csengi védőit, amit a japánok gyorsan ki is használtak. Japán parancsnokok. Yamashita Tomoyuki altábornagy. A 25. japán hadsereg parancsnoka Yamashita Tomoyuki a nagy tiszteletben álló hadvezér és kiváló stratéga volt, aki hőstetteivel kiérdemelte a Malájföld tigrise ragadvány nevet. 1940-ben különleges katonai megbízatással Németországba és Olaszországba küldték, ahol Hitlerrel és Mussolinival is találkozott. Súlyos kételyektől gyötörve tért vissza Japánba, és javasolta, hogy addig ne indítsanak háborút az Egyesült Államok vagy Nagy-Britannia ellen, amíg Japán nem korszerűsíti hadseregét és légierejét. A háború küszöbén álló országot azonban elöntötte a nacionalista lelkesedés és a buzgó tenni akarás. Így Yamashita figyelmeztetése pusztába kiáltott szó maradt. Renta Mutaguchi altábornagy. A kiváló hadvezérként ismert Renta Mutaguchi 1910-ben végzett a Katonai Akadémián. Fokozatosan haladt felfelé a ranglétrán.
Yamashita törzsének főnöke lett, majd kinevezték a Kínában állomásozó 18. hadosztály parancsnokává. Ez volt az a hadosztály, amely Mutaguchi irányításával rendre kitüntette magát a Malájföld és a szingapúri hadjáratban. A brit és a birodalmi erők parancsnokai. Arthur Percival. Arthur Percival fényes katonai karrier után 1941. júliusában vette át a malájföldi brit erők parancsnokságát. Korábban Nagy-Britanniában hadosztályparancsnok, Franciaországban pedig díltábornok törzsének főnöke volt. A Malájföldet előzönlő japánok azonban merően új feladat elé állították. Egyik napról a másikra rosszul felkészített csapatok élén találta magát, amelyektől azt kérték, hogy verjék vissza az önbizalomtól duzzadó, lelkes és elszánt ellenség rohamait. Percival nem tudott megbirkózni a feladattal, de kérdéses, hogy a szövetségeseknek lett volna-e olyan tábornoka, aki ugyanezekkel az erőkkel meg tudta volna védeni Malájföldet és Szingapúrt a japánoktól. Henry Gordon Bennett vezérőrnagy. Henry Gordon Bennett már az első világháborúban is harcolt, és dandártábornoki rangig vitte. 1941-ben kinevezték a Malájföldön állomásozó ausztrál nemzetközösségi csapatok parancsnokává. Ezek az egységek először Johore környékén a 8. ausztrál hadosztály oltalma alatt állomásoztak. A Bennett parancsnoksága alatt bátran harcoló ausztrálok ügyesen hátráltatták a japánok előrenyomulását. Különösen 1942. januárjában a Muar folyó mentén harcoltak derekasan. A malájföldi hadjárat alatt és Szingapúr eleste után azonban sokan bírálták Bennett vezetési stílusát. A japán erők. A 25. japán hadsereg három hadosztálya, amely végig küzdötte magát Malájföldön és bevette Szingapúrt, az ország elit alakulatai közé tartozott. A 22. és a 11. légiflotta hadhatós támogatását élvező szárazföldi hadsereget hasonló elvek szerint szervezték meg, mint az Európát 1939-ben és 1940-ben lerohanó német Wehrmachtot. A csapatparancsnokoktól elvárták, hogy ütközetek idején önállóan a főparancsnokság megkérdezése nélkül döntsenek. Ez az újítás lehetővé tette, hogy a japánok gyorsan kiaknázzák a helyi sikereket, és a gyakran számbeli és technikai fölényben lévő ellenséget is legyőzzék. A tehetségesen irányított és 200 harckocsival támogatott japán csapatok félelmetes ellenfélnek bizonyultak. Gazdag taktikai tárházuk szokatlan elemeket is tartalmazott. Malájföld déli részén például kerékpárok ezrein nyomultak előre. Szakszerűségükkel ellensúlyozták hiányzó fegyverzetüket és felszerelésüket, valamint viszonylag kis létszámukat. A brit birodalom erői. A japán elit hadosztályokkal rosszul kiképzett brit birodalmi csapatok álltak szemben. ...1941 végén a britek nem sok figyelmet fordítottak a Távol-Keletre. Ez a megtiszteltetés inkább a Közel-Keletnek és elsősorban Észak-Afrikának jutott. A brit csapatok bátorságával ugyan nem volt gond, de a katonák nehezen tudtak hozzászokni a térség éghajlatához és életkörülményeihez. Bár a brit erőket indiai és ausztrál csapatok is támogatták, nem sok esélyük volt a japánok feltartóztatására. Ahogy azt a háború után egy történész megállapította, Percival tábornok nagy bal szerencséje az volt, hogy rosszul felszerelt és gyengén kiképzett csapatok élén kellett reménytelen hadjáratot vívnia. Nehéz elképzelni, hogy a brit főparancsnokságot meglepetésszerűen érték az események. A háború előtt a kétes szándékú és kizárólag békés kibontakozásban reménykedő politikusok elhanyagolták a hadsereg fejlesztését.
Később, a háború kitörésekor a katonákat magukra hagyták, így azok a politikai tudatlanság és közöny szerencsétlen áldozatává váltak. Japán fegyverek. A harckocsit a japánok a világháborúba belépő legtöbb nemzettől eltérően a gyalogságot támogató fegyvernek tekintették. El sem tudták képzelni, hogy önálló csapásmérésre is használható, vagy szemtől szembe harcba bocsátkozhat az ellenség harckocsijaival. Nagyon könnyű páncélzattal látták el őket, így rendkívül mozgékonyak voltak. A japán harckocsi ágyúk sokkal kisebbek voltak, mint az amerikaiak és a britek. Ugyanakkor volt egy szokatlan jellegzetességük is, a hátrafelé irányuló géppuska. Később a saját kárukon tanulták meg, hogy miközben ezek a harckocsik nagyon hadhatósan támogatták a támadó gyalogságot, védekezésben sokkal kisebb hasznukat lehetett venni. A háború utolsó éveiben a sokkal nagyobb amerikai harckocsik borzalmas pusztítást végeztek közöttük. B típusú harckocsi. A 89B súlya 11,5 tonna volt, legénysége 4 főből állt. Az 1934-ben hadrendbe állított páncélost 6-hengeres Mitsubishi dízelmotor hajtotta. Páncélzata csupán 17 mm vastag, maximális sebessége pedig 26 km/h volt. A 89B-snek egy 57 mm-es előrenéző ágyúja és egy 6,5 mm-es hátsó géppuskája volt. Mindkettőt a lövegtoronyban helyezték el. A páncélos testében még egy géppuska volt. A 89B-t partraszállások idején a japán haditengerészet is alkalmazta. A 95-ös típusú könnyű harckocsi. A 95-ös könnyű harckocsi három fős legénységét 12 mm vastag páncélzat védte. Megbízható harci jármű volt, különösen az 1930-as években Kína ellen indított hadjáratokban vetették be őket tömegesen. Lövegtornyát 33 mm-es ágyúval, törzsét pedig 6,5 mm-es géppuskával szerelték fel. Az 1935-ben hadrendbe állított 7,5 tonnás 95-ösbe 6-hengeres Mitsubishi motort szereltek. Maximális sebessége 45 km/h volt. A japán főparancsnokság gyorsan felismerte, hogy a csendes-óceáni hadjárat sikeres megvívásához mindenképpen szüksége lesz egy hatékony, nagy hatótávolságú bombázóra. Az e célra szánt G4M1-est 1941-ben állították hadrendbe. A két 14 hengeres Mitsubishi motorral hajtott gép maximális sebessége óránként 430 km volt. A bombázó maximális hatósugara meghaladta a 4800 km-t. A 20 mm-es ágyúval és a 7,7 mm-es géppuskákkal ellátott repülőgép 1 tonna súlyú bombát, vagy egy 776 kilós torpedót tudott magával vinni. A G4M1-es viszonylag könnyű fegyverzete és nem túl erős felépítése miatt gyakran vált az ellenség prédájává. A brit birodalom fegyverei. Mint láttuk, a szingapúri brit támaszpont legfontosabb fegyverei a hatalmas 38 cm-es parti ágyúk voltak. A támaszpontot ezen kívül 6 23,4-es, számtalan 15,2-es ágyú és 9,4-es légvédelmi ágyú, valamint rengeteg géppuska állás védte. A japánok várható partra szállásának megakadályozására Szingapurba küldték a Ripaz, a Prince of Wales csatahajót, amelyek Force Z fedőnév alatt hajóztak. Sokat használták a térségben állomásozó brit felderítő repülőgépeket is.
Szingapurban többféle felderítő repülőgépet is bevetettek, többek között a többfunkciós Catalinát és a Bristol Blenheimet. A legjobb gép azonban valószínűleg az 1939-ben hadrendbe állított Lockheed Hudson volt. A két 9-hengeres Wright ciklomotorral hajtott felderítőgép maximális sebessége 358 km/h, hatótávolsága pedig 3150 km volt. A gépet 7,7 mm-es géppuskákkal szerelték fel, összesen 600 kg terhet tudott magával vinni. Az 1941. májusában vízre bocsátott Prince of Wales a brit haditengerészet egyik legkorszerűbb csatahajója volt. Súlya 43 ezer tonna, maximális sebessége 28 csomó volt. A hajót többek között 10, 35,6 cm-es ágyúval, 16, 13,3 cm-es ágyúval és 32-2 fontos lövedéket kilövő ágyúval szerelték fel. A legénység több mint 1400 emberből állt. A Prince of Wales-szel ellentétben a Ripaz büszke első világháborús veterán volt. A 35 ezer tonnás csatacirkáló legénysége 1309 főből állt. Maximális sebessége elérte a 29 csomót. Vékony páncélzatát 6, 38 mm-es és sok 10 mm-es ágyú védte. Bár a Ripazot gyors, ügyesen manőverező hajónak tartották, nem vehette fel a verseny torpedórombolókkal, amelyek a Szingapúrért folyó csatában lecsaptak rá. A japán hadrend. A japán támadás Indokínából indult ki. A hadműveletet Yamashita Hainan szigetéről irányította. A japán parancsnoknak eredetileg 5 hadosztályt ajánlott fel a főparancsnokság, ő azonban végül csak 3-ra tartott igényt. Matsui altábornagy 5. hadosztályára, Mutagachi altábornagy 18. hadosztályára és a Nishimura altábornagy vezette császári gárda hadosztályra. Az 56. hadosztály tartalékként állt készenlétben, bevetésére azonban nem került sor. Az 5. és a 18. hadosztály 19 kötelékben hagyta el Hainan szigetét. A szállítóhajókat a 7. cirkálóraj 4 hajója, valamint a déli haderő 2 csatahajója, 2 cirkálója és több rombolója fedezte. Összesen 60 ezer japán katona, 200 harckocsi és 610 repülőgép indult útnak a Sziámi öbölben lévő gyülekezési körlet felé, hogy onnan indítson támadást az angolok ellen és végül bevegye Szingapúrt. A brit birodalmi erők hadrendje. A brit haditengerészet Fort Z hajóraja Phillips tengernagy vezetésével 1941. december 2-án érkezett meg Szingapúrba. A hajóraj, a Ripaz és a Prince of Wales csatahajóból, valamint az Electra, az Express, a Tenedos és a Vampire rombolókból állt. Az egységet azonban nem fedezték repülőgépek, és hiányzott belőle a megrongálódott Indomitable repülőgép anyahajó is. A Percival altábornagy parancsnoksága alatt Malájföldön állomásozó erők az 1. és 2. gyalogos dandárból és a 12. indiai dandárból álltak. A 8. ausztrál hadosztály parancsnoka Bennett vezérőrnagy, a 3. indiai hadtest parancsnoka pedig Heath altábornagy volt. Malájföldet és Szingapúrt összesen 130 ezer katona, 450 ágyú és 110 repülőgép védte. Bár a hadseregnek voltak páncélozott harcjárművei, harckocsikat nem tudott bevetni az előre nyomuló japán inváziós erők ellen. Thank you.
1941. december 8-án hajnalban, kevesebb mint 24 órával a drámai Pearl Harbor-i események után a japánok partra szálltak Malajföld északi részén. A csapatok három helyen értek partra. Az első helyszín, Kotabaru környéke, arra szolgált, hogy elterelje az ellenség figyelmét az északabbra, Singuránál és Pataninál partra szálló főerőkről. A délfelé törő főerők azonban nem sokkal később magából Kotabaruból is kiverték a 9. indiai hadosztályt. Időközben a japán bombázók első hullámai messze délen Szingapúr szigetét is megtámadták. A szigetvédőit teljesen felkészületlenül érte a támadás. Az álcázatlan repülőterekre hulló bombák számtalan brit gépet semmisítettek meg. Eközben a Malajföldön partra tett japán csapatok gyors ütemben törtek délfelé. A briteknek a tengeren sem volt több szerencséjük. Amikor megtudták, hogy a japán flotta délfelé tart, december 8-án a ködleple alatt a Force Z kifutott a szingapúri kikötőből. Az ég azonban csak hamar kiderült, és a japán repülők felfedezték a brit hajókat. A Prince of Wales fedélzetén Philips tengernagy felismerte a veszélyt, és a Kuantanon át megpróbált visszatérni Szingapúrba. December 10-én azonban a nyílt tengeren japán bombázók támadtak rájuk. A Ripázra és a Prince of Wales-re záporoztak a bombák és a torpedók. A két hatalmas hajó, amelyet számtalan találatért, nem sokára elsüllyedt. A legénység több mint 2000 túlélő tagját a csatahajók kísérő rombolói vették fedélzetükre. A két hajó vesztesége 850 fő volt, maga a Philips tengernagy is elesett. Először fordult elő a történelemben, hogy vezérhajókat repülőgépről süllyesztettek el. A Force Z pusztulása világossá tette a brit főparancsnokság számára, hogy micsoda ostobaság volt a hajókat légitámogatás nélkül csatába engedni. Fájdalmas leszke volt, hiszen ezután a japánok korlátlan urakká váltak a Malajföldet és Szingapúr tövező tengereken. Eközben a japán szárazföldi erők december 12-én bevették Jitra városát. A 11. indiai hadosztály délre, Gurun és Kró felé vonult vissza. A brit és a birodalmi erők elkeseredetten és bátran védekeztek, hősiességük azonban hiába valónak bizonyult. December 14-én a japánok kiverték az indiai csapatokat Króból, 15-én pedig Gurunt is elfoglalták. Percival megértette, hogy csapatai csak egyetlen taktikát követhetnek. Rendezetten vissza kell vonulniuk Malajföld déli részébe. A japánok átkaroló hadműveletei, a dzsungelben előretörő egységek azonban meghiúsították a tábornok elképzeléseit. A japánok könyörtelenül kihasználták légifölényüket, és a rendezett visszavonulásból csak hamar fejvesztett menekülés lett. A
A japán csapatok alig 10 nap alatt több mint 160 kilométert nyomultak előre a nehéz hegyes terepen. A december ugyanúgy végződött, ahogy elkezdődött. Hisz altábornagy sikertelenül próbálta rábírni demoralizált és szervezetlen csapatait, hogy a Perak folyónál feltartóztassák a japán támadást. Amikor a harmadik indiai hadosztály bátran védekező katonáit lerohanta az agresszívan előretörő ellenség, a Malájföld fővárosában Kuala Lumpurban működő főparancsnokságot megérintette a vereség szele. A város megvédésében csak akkor bízhattak, ha sikerül északon feltartóztatni a japán inváziót. Azt is látták azonban, hogy a japánok szilárdan megvetették a lábukat a Maláj-félszigeten, és nagyon nehéz lesz megállítani őket. A japánok legközelebbi célpontja Kampar városa volt, amely ott feküdt hívogatóan a délre vezető főút mentén. Hisz harmadik hadosztálya mindent elkövetett, hogy felkészüljön a védelemre, és várta az elkerülhetetlen japán támadást. Nem kellett soká várakoznia. ...1942 első napján a japánok rávetették magukat a városra, miközben tengeren szállított egységeik Malájföld nyugati oldalán is partra szálltak, hogy elvágják a harmadik hadosztály visszavonulási útvonalát. A megkerülő hadművelet ezúttal is tökéletesen sikerült, bár Hisz hős katonái néhány órára fel tudták tartóztatni a japán előrenyomulást. Elkeseredett véres harcok után, január 2-án a harmadik indiai hadosztály kénytelen volt visszavonulni a Slim folyóhoz. A nyugati parton tehát nem állt a britek mellé a hadiszerencse, de a keleti parton sem volt sok okuk az örömre. Miután a britek kiürítették a kotabarui repülőteret, a japán hódítók folytatták előrenyomulásukat a gyéren lakott keleti parton, ahol a brit csapatoknak hosszú partszakaszokat kellett védeniük. A helyzetet súlyosbították a csapatok közötti összeköttetésben felmerülő nehézségek és a Malájföldi főparancsnokság gyakran egymással ellentétes utasításai. Nem csoda, hogy december 8-a és 30-a között japán kézre került Gong Kedah, Kuala Trengganu és Kuala Dungun. Új évnapján pedig a stratégiai jelentőségű Kuantant és a város hatalmas repülőterét is elfoglalták a japánok. A Kuantanból kivert 9. hadosztály erőltetett menetben vonult a szárazföld belsejében a Kuala Lumpurtól északra fekvő Jarantutba, ahol csatlakozni akart a nyugati parton harcoló brit erőkhöz. Kuantan eleste azt jelentette, hogy a japánok röpke egy hónap alatt Malájföld több mint felét elfoglalták. A gyorsaság és a mozgékonyság kulcs szerepet játszott a japánok előretörésében. De volt egy taktikai újításuk is, amely lehetővé tette, hogy mindig egy lépéssel a britek előtt járjanak. Egész ezredeket ültettek kerékpárra, hogy hangtalanul nyomulhassanak előre az utakon és a dzsungelben. Így taktikai eszköztáruk új elemmel, a meglepetéssel bővült. Miközben a britek az egyik védelmi állásból a másikba vonultak vissza, egyszerűen nem maradt idejük arra, hogy felkészüljenek a szüntelenül ismétlődő japán támadásokra. Január 3-án a japánok betörtek a Slim folyónál védekező 11. indiai hadosztály állásaiba, és teljesen felmorzsolták az egységet.
Most már senki sem tudta megakadályozni, hogy elfoglalják Malájföld fővárosát, Kuala Lumpurt. Percivalnek és a többi parancsnoknak el kellett döntenie, hogy megpróbálja-e Kuala Lumpur utcáin feltartóztatni a japán támadókat, vagy folytatja a visszavonulást Gemászhoz, ahol a délre vezető utak találkozásánál rövide frontvonalon talán több remény van erre. Hamar eldöntötték, hogy az egyre fáradtabb és egyre inkább demoralizált brit birodalmi csapatoknak Gemásznál, a dél-malájföldi Johore térségben van a legnagyobb esélyük arra, hogy megállítsák a japánokat. Kuala Lumpur tehát kiürítették. A brit főparancsnokság és a kormány azonban egyetlen pillanatra sem felejtette el, hogy minden feladott négyzetméterrel, minden kiürített faluval és várossal Szingapur került egyre nagyobb veszélybe. A malájföldi helyzet ugyan nagyon súlyos volt, a britek azonban gondolni sem mertek arra, hogy legértékesebb távol-keleti birtokukat is elveszíthetik. A japánokat végül Gemásznál sem tudták megállítani. A nyugati parton Port Svetenemen és Port Dixonon keresztül villámgyorsan előretörő gárdahadosztály megkerülte a brit állásokat. A védelem összeomlott, a britek ismét fejvesztette menekültek délre. Január 16-án a 11. indiai hadosztály és a 8. ausztrál hadosztály maradványa Gordon Bennett tábornok parancsnoksága alatt egy utolsó, kétségbe esett kísérletet tett arra, hogy a Muar folyónál beássa magát. A katonák hősiesen harcoltak, a japán harckocsik és repülőgépek azonban végül meghátrálásra kényszerítették őket. Percival és csapatai lehetetlen helyzetbe kerültek. Január 16-án elesett a keleti parton fekvő Endau, az elfoglalt repülőterekről felszálló japán gépek pedig egyre súlyosabb veszteségeket okoztak a briteknek, akiknek nem sok reményük maradt. Két hónap sem telt el a partra szállás óta, és a japánok több mint 800 kilométert nyomultak előre brit Malájföldön. Január 25-én Percival nehéz szívvel elrendelte, hogy a brit csapatok ürítsék ki Malájföldet, és a Johore szoroson átkelve vonuljanak vissza Szingapúr szigetére. Február 1-én hajnalban Percival csapatainak utolsó, megtépázott maradványai is átkeltek a Malájföldet Szingapúrral összekötő töltésúton. Az utat azonnal felrobbantották, és ezzel megszüntették a sziget utolsó összeköttetését a szárazfölddel. A szigeten Szingapúr 1 millió lakosa mellett több mint 80 ezer katona maradt, köztük a 18. hadosztály utánpótlása. Azt azonban senki sem tudta, hogy melyik irányból várja a japán támadást. Percival a lehető legtöbb eshetőségre felkészülve három szektorra osztotta a sziget védelmét. Az északi szektor Szingapúr északkeleti partját foglalta magában. A tábornok innen várta a japán főerők támadását. A területet a 18. hadosztály friss erői, valamint a 11. indiai hadosztály, a 8. indiai és a 29. ausztrál dandár egységei védték. A sziget nyugati partvidékén kijelölt nyugati szektor védelmét a 8. ausztrál hadosztályra és a 44. indiai dandárra bízták, Szingapúr városát pedig az 1. és 2. malájföldi dandár védte. A japánok február 1-től kezdve heves bombatámadásokat hajtottak végre a sziget ellen, a brit helyőrség pedig már védtelen volt velük szemben.
Február 7-én éjjel, egy heti várakozás után a gárda hadosztály a Johore szoroson keresztül támadást intézett a Csengi támaszpont ellen. Mindez azonban csak elterelő hadművelet volt, hiszen a főerők másnap éjszaka a nyugati szektor ellen indultak meg. Elkeseredett harc bontakozott ki. A britek égő olajat eresztettek le a Johore szoroson, így az átkerő japánok súlyos veszteségeket szenvedtek. Végül az éj folyamán több mint 10 000 japán katonának sikerült bejutni a Szingapúrba. A brit erőket fokozatosan visszaszorították a Tenga repülőtér felé. Február 9-én a gárda hadosztály katonai Crunchy közelében megtámadták a nyugati szektort, és visszaszorították a töltésút környékéről a 29. ausztrál dandár katonáit. Február 11-én japán kézre került a stratégiai fontosságú Bukittima falu, így a támadók gyakorlatilag elfoglalták a sziget nyugati részét. Sorsdöntőnek bizonyult az is, hogy megkaparintották a sziget középső részén lévő létfontosságú víztározókat, így a védők édes víz nélkül maradtak. A töltésúttól keletre lévő haditengerészeti támaszpont kiürítése után a 11. indiai hadosztály, a 8. indiai dandár és a 18. brit hadosztály megkezdte visszavonulását Szingapúr felé. A britek nyaka körül óráról órára szorosabbá vált a hurok. Így Yamashita altábornagy kapcsolatba lépett Percival altábornaggyal, és követelte, hogy a helyőrség adja meg magát. Percival erre nem volt hajlandó. Gesztusa azonban hiába való volt, és sok ember életet követelt. Február 12-én néhány brit hajó és csónak megpróbált elmenekülni a sziget keleti részéről, de a japán flotta járőrei feltartóztatták őket. A japán ágyúnaszádok lövedékei sok embert megöltek vagy megsebesítettek. Aznap kiürítették a Csengi támaszpontot is. Az első és a második maláj dandárt Szingapúr körkörös védelmére vonták vissza. Az elkövetkező két nap alatt a japánok egyre szorosabbá húzták a gyűrűt a város körül. Február 15-én reggel a kimerült Percival tanácskozásra hívta össze parancsnokait. A brit csapatoknak nem sok választása maradt. Az ellentámadás gondolatát gyorsan elvetették, hiszen mi változott meg, ami reményt adott volna a sikerre. A szigeten még mindig 1 millió polgári lakos volt, valamint 130 000 katona. A készletek vészesen fogytak, az édesvíz legfeljebb egy napra volt elegendő, hosszú védelemre tehát nem lehetett berendezkedni. Percivalnek nem maradt más lehetősége, mint hogy február 15-én este megadta magát Yamashitának. Japán szingapúri győzelme azt jelentette, hogy a távol-keleten leáldozott a nap a brit birodalom felett, és egyben megnyílt az út a japánok további csendes óceáni terjeszkedése előtt. A japánok néhány hét alatt elfoglalták a hollandok kelet-indiai gyarmatát, és Burmán keresztül az indiai határ felé törtek előre. A japán förgeteg az amerikaiakat sem kímélte. 1942. májusában, 4 hónapi hősies ellenállás után Bataan védői is megadták magukat. A teljes, körülbelül 10 000 fős veszteségből a Mariveles-ből San Fernando-ba indított halálmenet során 2330 amerikai katona az éhezés, a betegségek és a japánok brutalitása miatt halt meg.
A halálmenet és a burmai brit hadifoglyokkal szembeni döbbenetes kegyetlen bánásmód jelezte először, hogy a japánok mennyire megvetik azokat az ellenséges katonákat, akik inkább megadják magukat, semmint csatában halljanak meg. A csendes-óceáni háború egész történetét végigkísérték a hasonló barbár epizódok. Magában Szingapurban 130 ezer brit és birodalmi katona esett fogságba, amely borzalmas körülmények között 3,5 évig tartott. A japán hadjárat során 8500 ember vesztette életét. A polgári lakosság is sok megpróbáltatáson ment keresztül. Szingapur kínai közösségének különösen sok megaláztatás jutott osztály részül. Senki sem tehetett semmit, hiszen a kezdeményezés a lendületbe jött japánok kezébe került. Évekig tartó kemény erőfeszítésre és áldozatra volt szükség ahhoz, hogy ismét a szövetségesek uralják a térséget. Ami a briteket illeti, mindenkinek ökölbe rándult a keze és dühösen kérdezgették, hogyan történhetett meg ez a tragédia. Természetesen a hadsereget, elsősorban a japán fogságba esett Percival tábornokot hibáztatták. A politikusok kórusban méltatlankodtak, és közben elfelejtették mindazt a háború előtti hanyagságot, önelégültséget és ostobaságot, amely hozzájárult Szingapur elestéhez. Bármennyire eszes és elszánt volt az ellenség, és bármennyire is tehetetlenek voltak a brit politikusok, a hadvezetés is felelős volt a katasztrófáért. Szingapur védelménél teljesen figyelmen kívül hagyta a szárazföldi támadás lehetőségét. A csapatokat rosszul készítették fel, a helyőrség felszereltsége pedig csapnivaló volt. Két elsüllyedt csatahajó és elvesztett emberéletek százai bizonyították, hogy milyen ostobaság egy hajóhadat légifedezet nélkül kiküldeni a nyílt tengerre. És végül soha nem becsülték alá ilyen tragikusan az ellenség harcképességét. A malájföldi és a szingapúri hadműveleteket irányító két hadvezér sorsa érdekesen alakult a háború további részében. Yamashita Tomoyuki hadseregének maradványaival 1945. szeptemberében Baguio-ban adta meg magát. A tábornokot Manilában bíróság elé állították és háborús bűnösként elítélték. Bár hevesen tagadta bűnrészességét a japán atrocitásokban, a világ közvéleménye nem volt olyan hangulatban, hogy higgyen neki. Az ítéletet ugyan többen vitatták, Yamashita 1946. februárjában mégis bitófán végezte. Arthur Percival, akit annyiszor hibáztattak a malájföldi és szingapúri összeomlás miatt, túlélte a japán fogságot, és a sors édes iróniájaként jelen volt, amikor 1945-ben Japán a tokiói öbölben végleg letette a fegyvert. Az altábornagy 1946-ban hunyt el. Szingapur bevétele csak egyik állomása volt annak a sikersorozatnak, amelyet Japán közvetlenül a II. Világháborúba történő belépése után aratott. A japánok csillaga azonban nem sokára hanyatlani kezdett, pont úgy, ahogy Yamamoto tengernagy a Pearl Harbor elleni japán támadás előtt megjósolta. A szövetségesek nem sokkal később megfordították a hadihelyzetet, és az atomtámadás lidérc nyomásával súlyosbított vereséget mértek a japánokra. 1941-ben és 42-ben azonban a világ, a forró csendes óceáni nap alatt, megismerte a felkelő nap országának erejét.